Csak az elmúlt néhány napban 6 tűzesethez riasztották a Tolna megyei tűzoltókat. Tevelem volt a legtöbb munkájuk a lánglóvagoknak a hosszú hétvégén. Ott mintegy 300 négyzetméternyi területen égett az aljnövényzet. Ezek a felvételek pedig Paks Birító pusztán készültek korábban. Itt mintegy 500 négyzetméteren lángolt az erdő aljnövényzete. Rendszeresen riasztják a Tolna megyei tűzoltókat, amiatt, hogy ég az avar, gaz vagy éppen a nádas. Noha április 10-e óta tűzgyújtási tilalom van érvényben Magyarország egész területén, mondja a Tolna megyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvívője. Ez összesen 71 darabot jelent április 10-e óta, ebből 32 darab szabadtéri tűzeset volt. Tehát ez is mutatja azt, hogy igen magas ezeknek a tűzeseteknek a száma, amelyek ezzel összefüggésbe hozhatóak. Köves Péter felhívta a lakosság figyelmét arra, hogy a szabadtéri tüzek és az erdőtüzek 99%-át emberi mulasztás okozza, ezért fokozott körültekintést kérnek a helyiektől. Továbbra sem lehet tarlót és gazt égetni külterületen, ahogy erdőkben sem szabad tüzet gyújtani, még tűzrakó helyeken sem. Tilos tüzet gyújtani továbbá a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében, beleértve a vasút és közút menti fásításokat is. Belterületen sem szabad avart és kerti hulladékot égetni, kivéve ha az önkormányzat másképp nem rendelkezik. Ha az önkormányzat nem rendelkezik és nem ad felmentést a tűzgyújtási tilalom alatt ezen tevékenység végzés alól, akkor nem szabad a kerti hulladékot sem égetnünk. Szekszárd önkormányzatának van erre vonatkozó rendelete, és ez alapján a Tolnai megyeszékhelyen is tilos az avar és kerti hulladék égetése.